Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Ingatlan Revű Podcast. Én Vizer Tamás ingatlanos ügyvéd vagyok. A mai adásunkban azoknak szeretnék egy kis segítséget nyújtani, akik telekvásárláson, házépítésen gondolkodnak, illetve használt ingatlan szeretnének vásárolni. Beszélgető partnerem Kömkel Zsolt. Üdvözöllek Zsolt, kérlek, mesélj magadról pár szóban. Üdvözlöm a hallgatókat. Kömkel vagyok, a Minden, ami családi ház Facebook oldalnak a, az üzemeltetője, illetve egy személyben a szakértője és köszönöm a meghívást, igazából egy eléggé nagy mennyiségű tudásanyag, illetve kérdésanyagot állított össze Tamás számomra, úgyhogy meglátjuk, hogy mit, mi sül ki belőle. Köszönöm, hogy eljöttél. Az adást úgy terveztük, hogy két fő blogból álljon. Elsőként akkor az építési telekvásárlásról beszélnénk, a második részben pedig a használt ingatlan vásárlásával felmerülő problémákról. Vágjunk is bele, építési telek. Téged általában mikor szoktak megkeresni az ügyfelek, amikor már megvásárolták a teleket, vagy még a teleknézés előtt, vagy teleknézés közben? Hát sajnos az a tapasztalatom, hogy a telekvásárlás után van az öme, aki megkeres, és ez ö, elég sok problémát szül. Mivel hogy ö, nem szokták megnézni, tehát aki megvásárolja a teleket, nem mindig nézi meg a beépítési mutatókat, a telek sík, nem sík, lejt, nem lejt, milyenek a terepviszonyok, stb. Tehát ebből rengeteg probléma van a végén előszokott fordulni az, hogy eladatom idézőjelesen a telket inkább az ügyféllel, mert az az a épület, amit ő oda megálmodott, az nem építhető meg. Vagy nem gazdaságosan, vagy egyáltalán nem építhető meg a szabályozás miatt. Gondolom ez úgy működik, hogy mindenkinek a kis fejében megvan a, az a kacsalában forgó palota, amit meg szeretne építeni, vesz egy telket, és akkor megkeresi az építést, hogy akkor ezt kellene megtervezni ide. Ha jól értem, akkor ez legtöbb esetben problémákba ütközik, hiszen egy-egy adott teleknek megvan az, hogy milyen épületet lehet rá tervezni. Igen. A leg legtöbb problémát általában az szüli, hogy manapság nagyon divatosak a lapos tetős, illetve a modern jellegű épületek. Na most a Budapesten kívüli települések nagy részében azért a magas tető általában előírás. Tehát ott eleve ki van zárva a lapos tetős épület, a másik probléma pedig az szokott lenni, hogy van egy úgynevezett településképi egyeztetési eljárás, ami nagyon durván leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a, a felépülőháznak a mellette levő balra, illetve jobbra két-két ingatlanhoz hozzá kell simulnia. Tehát nem építhetünk be egy parasztházas környékre egy, egy mediterrán jellegű kétszintes épületet, mert nem fogják megengedni. Ezzel az a probléma, hogy ez a településképi véleményezés ezt a, a helyi főépítész adja ki, vele kell egyeztetni, és ez teljesen szubjektív. Tehát nincsen ellene fellebezési jogod, annyit tudsz csinálni, hogy idézőesen, de addig fárasztod a főépítést, amíg, amíg, hozzá nem járul a dologhoz. De a legtöbb esetben egyébként ők rutinos vérrókák, tehát erre, erre nem nagyon van lehetőséged. Akkor érdemes, ha megtetszett egy telep, érdemes körbejárni a környéket, hogy milyen stílusú épületek vagy házak épültek már korábban ott fel. És ha azok megfelelnek nekünk, akkor vágjunk bele a vásárlásba, vagy ez egy szempont. Ez egy szempont csak a sok közül. Tehát az a probléma, hogy ha, ha nagyon sokféle ingatlan van az utcában, akkor általában tudunk rá hivatkozni, hogy annyira vegyes az utcakép, hogy hogy ö, szinte bármit megengednek, amit a helyi építés szabályzat egyébként megenged. Tehát tetőhajlásszög egyebek tekintetében, de kinézetben akkor nem kötnek bele. De ha viszont az egész utca mondjuk egy, egy 60-70-es 60 években épült régi házakkal van tele, akkor a főépítészeknek az a, az a hozzáállásuk, hogy az új épülőház az fogja megadni az utcának az új karakterisztikáját, mert előbb-utóbb elvontásra kerülnek a régi épületek. Tehát általában a főépítészeknek meg van egy települési arculati kézikönyvnek nevezett dolog minden településen, ahol kijelölik az adott településnek az irányvonalát, és az adott, övezetek, tehát adott övezetekre bontják fel a, a települést, újépítésű rész, óváros ófalú, stb. stb. Mindegyiknek megvan a maga karakterisztikája, amit előírnak. És ehhez kell neked idomulni. Természetesen el tudsz tőle térni, de mondom, egy, egy, egy nagyon kristálypalotát nem építhetsz be egy falusias lakóvezetbe. Nem fogják megengedni. Akkor menjünk végig, összeszedtem pár tulajdonságot vagy tényezőt, ami befolyásolhatja a telek választást. Biztos többet fel tudsz sorolni, illetve hát a munkát során alkalmazol. Az ingatlan fekvése mennyiben befolyásolja az építkezést? Például az, hogy a talajminőség milyen lejtőse a terület, akár költségeket illetően ez mit jelent? A fekvés az általában azt jelenti az ügyfelek részéről, hogy milyen a tájulása. Nagyon kevés eset van, amikor rendkívül rossz az ingatlanak a tájolása, tehát nem lehet egyszerűen benapózni úgy az épületet, hogy az megfelelő legyen, de ezt el tudja dönteni maga az ember is, mert kimegy, megnézi, hol kell a nap, hol nyugszik a nap, és ez, ez eldönthető. A lejtés az már egy másik kérdés, ugyanis rengetegszer találkozom azzal, itt az esetek többségében azzal találkozom, hogy azt mondják, hogy síkötelek, kimegyünk, kirakom a szintezőműszert, és kiderül gyakorlatilag, hogy 20 méteren esik másfél métert, csak ez egy laikus ember számára egy síknak tűnik. És az már bizony azt jelenti, hogy ha például a, a, tehát ha hátrafelé lejtetelek, és ott szeretne nappali konyha étkezőt, mert az ember ott szeretné ezt, ezt megoldani, akkor nem tud kert kapcsolatos épületet építeni, mert ha elindulunk az utcáról síkban, akkor hátul bizony lesz egy méter, másfél méteres lábazata. És ez már eleve a teleke, telket pedig feltölteni egyrészt irgalmatlan pénz, másrésztről meg nem töltheted fel sokkal jobban, mint a szomszédok, mert ott csapadékvízelvezetési problémák vannak. Tehát erre is vannak jó szabályok. Úgyhogy ez is nagyon sok építkezést meg aztani, hogy, 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 alakítsuk ki akkor a telket. Az meg már nem divat manapság, meg egyébként szerintem funkcionálisan sem, sem jó megoldás, hogy szinte rakunk az épületen belül miatt, hogy, hogy mindegyik probléma megoldódjon. A talajminőség mit befolyásol az építkezésnél, a költségeket illetően? Hát ez egy rendkívül becsapós kérdés, és igazából én azt szoktam mondani, hogy nem engednék árulni telket talajmenikai vizsgálat nélkül, viszont a talajmenikai vizsgálat az ilyen, ilyen 100-120-150 ezer forint körül van. Az egy geoteknikus által készített szakvélemény, csinálnak két-három fúrást a telken, és meghatározzák azt, hogy milyen, milyen, talajból van, milyen talaj szerkezetből van egyáltalán, milyen mélyen van a talajvíz, milyen alapozást lehet csinálni. Tehát van például most olyan tervezési munkám, ahol ö, egyébként is kötelező volt a talajmánika, de kiderült, hogy mi, hogy a nagyon a talaj, ezért 1,80 mélyre le kell alapozni. Másik esetben pedig kiderült, például voltam most egy telket megnézni, ö, közel síkra fel volt töltve, de ilyen agyagos talajjal töltötték fel, tehát rettenetesen látszódott a környező telkek révén, hogy feltöltésről beszélünk, vagy arról van szó és nem volt talajmények a telekről, én mondtam az illetőnek, hogy ez azért nagyon komoly költséggel jár, meg nagyon sok problémát fog szülni, ha megveszi ezt a telket. és annyi szerencsénk volt, hogy kettővel arrébb épült egy új ház korábban, ő meg tudta keresni annak a tulajdonosát, és ott elárulták, hogy hát bizony ők cölöpökre alapozták a, az egész épületet, ami 4 millióval többbe került, csak az alapozás. Tehát nagyon sok dolgot tud szülni, viszont hozzáteszem azt, hogy nekem szakértőként sejtéseim vannak, illetve ugyanezt tudom én is megcsinálni, hogy ezt tudom javasolni, hogy meg kell kérdezni a szomszédokat, hogy ha ott mostanában épült az elmúlt 10-15 évben épület, milyen alapozást alkalmaztak, ha nincs talajmenika. Tehát nekem sincs röngen szemem, nem tudok enni a többet. Már a Biblia is különbséget tett az okos ember, aki kősziklára épített, és a balga ember között, aki homokra. A mai technológiák mellett tartóságban van-e egy különbség egy erős talajra épített és egy laza talajra épített ház között? A kivitelezés költségeiben van-e érdemi különbség? Pár éve terveztem Szegedre egy lakóépületet, ott sem volt talajmenéka, és kiderült, hogy egy méter mélységben már áll a talajvíz. Tehát amikor csináltunk egy kutatóárkot, akkor a kutatóárok az egy vízorakna volt, feljött a talajvíz, és át kellett tervezni az egészet lemez alapra. A most az a lemez alap akkor, ez 2014 körül volt, tehát már, már több mint 6 éve, akkor került 3 millióval többen, mint a sávalap került volna. Tehát voltak a tervek, beáraszták a sávalapot, ahhoz képest át kell tervezni lemez alapra, annak is meglett a költségvetés, akkor végén kiderült, hogy 3 millió, ez egy, ez egy 180 négyzetméteres háznál. Tehát maga az alapozásnak a minősége az, ha vannak kivitei tervek, van találmenni, van statikus, akkor ez azért jól tud elkészülni, itt a költségek azok, amik el tudnak rettenetesen szállni. Tehát azért egy, egy 150 négyzetméteres -15 családi háznál csak az alapozás elvisz 3-4 millióval többet, az azért nagyon durva a költség, az egy 10%-os költségtöbletet jelent. Te mit tapasztalsz az ügyfeleid körében a talajmechanikai vizsgálatot? Százból hányan végeztetik el? Megfordítanám a kérdést. Én azt szoktam javasolni, hogy mi építészek is ebben, ebben rettenetesen ö, hibásak vagyunk, ugyanis amikor tervezési ajánlatot kérnek tőlünk, akkor fel van a sorolva tételesen, hogy melyik munka nem micsoda. Ha abba beleírjuk kapásból, hogy mi kérünk talajmenikát 120-150 ezerért, a többi építész meg nem írja bele, akkor az ügyfél pedig nem fogja ezt kivenni belőle, hanem azt látja, hogy a végösszeg ennyi, 10-15%-kal több, mint a másik építészé. Tehát mindenki azt csinálja, hogy, illetve az öme azt csinálja, hogy ha nem lejtős a telek, és nincs előírva a helyi építési szabályzatba, akkor nem kérünk kötelezően talajmanikát. A statikusok szoktak általában talajmanikát kérni, őket azzal szoktuk lenyugtatni, hogy ha, a tervezési munka van, hogy ki, egyszerűen áshatunk egy kutatóárkot, és megnézzük, hogy milyen mélyen van, és akkor viszonylag kicsi már a lukrafutás esélye. Tehát ez egy, ez egy építőpéri tapasztalat útján tud kiváltódni, de egy telekvásárlásnál azért ez, ez rettenetes rizikót jelent. Tehát meg lehet oldani, de a talajmechanikai vizsgálat nélkül nagy költségekbe futhatunk be tulajdonképpen. Igen, tehát úgy kell elképzelni a dolgot, én 22 éve dolgozom építészként, Akkoriban még egy tervezési munka, ha 3-400 ezer forint fölé ment, akkor már, akkor már az egy rettenetesen drága tervezés volt, mert nem kértek kivitei terveket, stb és ugyanúgy akkor is a, a talalmenika az, az ilyen 60-80 forint volt, tehát egy, egy 33 40 százalékos költséget is jelenthetett pluszban. Manapság már egy, egy családi háznak a tervezése, tehát aki hőhídmentes normális családi házat akar építeni, a kötelező dokumentációkon felül megcsináltatja a kiviteli terveket, minden egyebet. Ennek a költsége most már ilyen másfél-két millió forintra rúg, tehát ebből az, hogy még rárapakoljuk a talajmenikát, az egy, az egy 10%-ot sem jelent. Tehát már nem olyan, nem olyan, nagy tényező, és egyébként mindenkit megnyugtatna az, hogy, hogy készüljön talajmenika. Gondolom az nem jellemző, hogy az ajánlattétel előtt elvégeztetnek ilyen vizsgálatot. De igen, ugyanis a... Mármint nem az építészeti ajánlattétel, hanem a vásárlás. Tehát, hogy két vevő odasétál, esetleg egy ingatlan közvetítő kiviszi őket, megnézik a telket, tetszik, de mielőtt letennének foglalót, adásvételi szerződést kötnének, elvégeztetik ezt a vizsgálatot. Nem, ez így nem szokott lenni, viszont nagyon sok esetben, hogyha kézen forg forog az ingatlan, és például az előző tulajdonos terveztetett rá már valamit, és kötelező volt a talajmenika, akkor értelemszerűen megvan a talajmenika, csak akkor az adott tervet azt tornozzuk, de a talajmenika az ugyanaz marad évek múlva is. Tehát Szi. ilyennel nagyon sok esetben találkozunk, hogy, hogy volt rajta korábbi tervezés, ebben van talajmenika, és akkor ezt el lehet kérni. De hogyha nincsen, akkor azért ez kockázatot jelent. Igen. Térjünk át a telekformákra, milyen szempontokat kell figyelembe venni a választásnál. Előnyök, hátrányok, hagyományos téglalakú telek, saroktelek, nyelestelek. Nyelesteleket már nagyon sok helyen tiltják, tehát csak kialakult állapotot fogadnak el, illetve azt tudod értékesíteni. Pont a, a nyélnek a nehézségei miatt, tehát ott a közműveket be kell vinned, utat kell biztosítanod saját magadnak, stb. stb. De egyébként igazából majdnem azt mondom, hogy nyeles telek egy, egy nagyon jó telek, mert mert az utcafronttól távol vagy, mindenkitől távol el vagy zárva, tehát ez egy, ez egy tök jó intim szférát ki lehet alakítani. Sarokteleket nagyon sokan szeretik egészen addig, amíg valóban nem laktak sarokteleken, Tehát ott arról beszélünk, egy 20 méteres utcafronti kerítés az kerül 2-2,5 millió forintba. Egy sarokteleknél van egy 20 méteres utcafronti részünk, meg van egy, általában 40-50 méteres utcafronti részünk a másik oldalra, tehát ennek jelentősen tetemes költsége van. És amit nagyon sokan nem tudnak, hogy nem lehet tömörkerítést építeni utcafronti kerítésként az esetek, 90%-ában egyszerűen helyépítési szabályzat tiltja. Tehát nem tud magának egy, egy intim kertet kialakítani semmit, pláne egy saroktelepnél egyébként, mert a, a kanyarnak a beláthatóságát is biztosítani kell. Tehát volt olyan esetem, nem az én tervezési munkám volt, de ott, ahol lakom, egy, egy utcával arrébb felépítették a tömör kerítést, és az önkormányzat lebontatta velük. Egyrészt, mert nem felelt meg a építési szabályzatnak, másrészt, meg a kanyart beláthatatlanná tette teljesen. Tehát mind költségben, mind komfortérzet, lakhatási komfortérzetben szerintem a saroktelek az nem igazán tud jó lenni, de van, aki ettől függetlenül szereti. A legnormálisabb a telekforma az igazából a, a téglalap lenne, és a legfontosabb az a telek szélessége minden esetben, ugyanis bármilyen beépítési előírások vannak, van mind a két oldalról általában el kell hagynunk oldalkerti távolságot, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi az a szélesség, ami, ami beépíthető a telken, illetve hátúra milyen telekmélységünk marad. Tehát magyarul milyen intim szférát tudunk kialakítani a szomszédoktól mentesen. Azt tudod esetleg, hogy mi a jogalkotói cél abban, hogy nem lehet telikerítést építeni? Hát igazából az, hogy ne, ne bunkeresedjenek el az emberek. Tehát egy kicsit meg van szabva, hogy 60-70% áttörtség vagy 80% áttörtség kötelező a kerítésen. Ezzel persze lehet trükközni, tehát most nekem is vannak olyan ügyfelek, akik megcsinálták a létezett kerítést, Úgyhogy egy léc, egy köz, egy létsz, egy köz. Amikor átvették az egészet, akkor egyszerűen a belső oldalára bekerült még egy léc, és igazából tömörítették az egészet. De az, hogy, hogy két méter magas betonkerítése épüljenek, meg, meg kőfalak, az azért egy fa nem is illik bele a falusi képbe, illetve nem, nem is jó. És a növényzet telepítése azt gondolom, azzal ki lehet kerülni ezt a szabályt. Ki, ki lehet most kerülni, a sövény, borostyán. Igen, de a sövény ültetésnél is oda kell figyelni, például a sarokteleknél, hogy a, a kanyalát az biztosítanod kell. Tehát azt is visszavágatják gyakorlatilag. De egyébként élősövénnyel, igen, vagy ilyen sövényel vagy egyéb ilyen dolgokkal gyakorlatilag tudsz magadnak három méter magas átlátszatlan dolgot is építeni. Mi a helyzet a szabálytalan pormájú telkekkel? Nehézkes. Tehát rendkívül nehézkesét tudja tenni a beépítést, mert van egy úgynevezett építési helye minden teleknek, ami azt jelenti, hogy, hogy az előkerti távolságot a két oldalról, az oldalkerti távolságot, illetve a hátsókerti távolságot a telek oldalővel párhuzamosan be kell rajzolni, és azon belül lehet elhelyezni az épületet. És azon belül is még vannak előírások, hogy mit én az előkerti vonalra kötelezően oda kell rakni az épületet, tehát nem rakhatod be meghátulra a kertbe. És minél szabálytalanabb egy telek, annál bonyolultabb ennek a formája és annál, annál szarabb elhelyezni úgy az épületet, hogy mihez tartasz párhuzamot, mihez igazítod az egészet, holott egyébként a, a meglévő épületek, tehát ha az ember ránéz egy térkép másolatra, akkor föntről látszódik egy, egy kialakult struktúra, és mindenképpen ahhoz kell igazodni. Tehát a szabálytalan terek nem tud igazából túl sok problémát szülni, abban az esetben, ha normális szélességű, illetve mélységű. Ha a szűk a és szabálytalan is, az rendkívül meg tudja zavarni, vagy kavarni az egész tervezési munkát ki teleknél, ahol jobbról is, balról is már beépült a szomszéd telek, mire kell figyelni? A szomszéd épületek elhelyezkedése befolyásolja a tervezést. Mi a helyzet a szomszéd szabálytalan építményeivel? Mondom, ott is be kell tartani. Igen, ez egy, ez egy rendkívül nagy probléma szokott lenni, ugyanis ha a szomszéd egy garást berakott például a, a nem építési helyen belülre, tehát a tetelket felé, és az tíz évnél régebben ott van, nem kötelezheted az elbontására, viszont neked a saját építkezésedet azt befolyásolja, hogy a tűztávolságot meg kell tartani. Tehát ezeket is figyelembe kell venni. Néztem nem régen Budapest környékén ilyen telket, ahol emiatt mondtam a tulajdonosnak, hogy meg ne vegye, mert egyszerűen a szabálytalanul túlépített épület, és ami sajnos rajta volt már a térkép másodon, tehát az már 20 éve úgy készült, gyakorlatilag az egész teleknek a 16 méteres szélességének a beépítését teljesen lehetetlenítette. Tehát úgy nézett ki a dolog, hogy 16 méter széles telek, egyik oldalon 1 métert kell elhagyni, másik oldalon 4 métert, tökéletes, 11 métert be lehet építeni látszólag. Viszont az 1 méteres oldalkerti távolságnál odaépítették szabálytalanul azt az épületrészt, emiatt ott 4 métert el kell hagyni, tehát gyakorlatilag a beépítésed az már leszűkül ilyen 8 méterre, ami, ami egy hosszú keskeny házat eredményez. Tehát akkor van egy építési telkem, ami nincs. Gyakorlatilag a, igen. a szomszédok szabálytalan Így van. És nem tudsz vele mit csinálni, ha tíz évnél régebben ott van. Gyakran előfordul ez? Sajnos igen. Tehát mm. a, a, azt mondom, hogy a, az esetek egynegyedénről. És ez is olyan esetben derült ki, amikor már megvették a telket és hozzátfordultak, fordultak, hogy tervezni kellene? Volt kell nem ilyen nem? esetem is, igen. Tehát volt nekem is olyan konkrét tervezési munkám, amit, aminél az épületet konkrétan arrébb kellett rakni át kell tervezni teljesen, mert, mert a szomszéd annak idején 30 évvel ezelőtt valami ok folytán ő a másik oldal kerti távolságba építette be az épületet, nem oda, ahova, ahova kellett volna. Átvették, felrakták neki a térképmásolatra, mivel hogy mellette üres telkek voltak, és akkor meg szivatta gyakorlatilag a, a most beépítésre kerülő dolgot. De hála Istennek egyre többen hívnak teleknézésre, vagy legalább digitálisan átküldik, hogy nézzek már rá, utcaképen ránézek, szerencsés esetben a Google Street View-on már az van, ami, vagy van egyáltalán Street View nézet, és akkor, akkor fel tudom tenni azokat a kérdéseket, hogy már pedig az az épület mit keres ott. Még mielőtt építéshez fordulnának az ügyfelek, miből tudnak tájékozódni, hogy maguk is utána nézzenek, hogy mit lehet építeni? Gondolom az országos szabályozás, az oték az is irányadó lehet, illetve helyi építési szabályzat, ami meghatározza ezeket. Laikus szemmel mennyire könnyű tájékozódni ezekből a jogszabályokból? Az a legnagyobb probléma, hogy négy vagy öt jogszabályt kell átnézni. Tehát a egyértelmű mérvadó az a helyi építési szabályzat. A helyi építési szabályzat viszont, ez megtalálható a telepések honlapján általában, szabályozási terve minden együtt, tehát tök jól ki lehet keresgélni, hogy melyik övezetbe tartozik az adott ingatlan, az, mik az övezeti előírások. Ez idáig oké, okay, csak... Nagyon sok esetben van az, hogy a helyépítési szabályzat úgy épül fel, hogy van egy általános előírások rész a legelején, és utána vannak övezetekre bontva a dolgok. Nagyon sok ügyfél beleesik abba a csapdába, hogy csak az adott övezetre vonatkozó előírások részt nézi meg, és az általános előírásokat nem. Ahol viszont az általános előírásoknál adhatnak kedvezményt is, mert például azt mondják, hogy 10 méternél keskenyebb telek nem kell tartani 4 méter oldatávoságot, csak mondjuk kettő és felett, de előírhatják azt is, hogy a minimális beépíthető telekszélesség 12 méter. És ugyanúgy egyébként ugyanúgy árulják 10 méteres teleket építési telekként. Most aztán, hogy ezt, a, ezt kiköveti el, tehát az ingatlanos vagy a tulajdonos, ez már megint egy másik kérdés, de ha nem nézik meg az általános előírásokat, rengeteg dologot derül ki. És még pluszban az van, hogyha nincsenek bizonyos előírások ö, megadva, az, arra meg az oték vonatkozik. Na most az oték az egy elég konkrét, jó combos kis jogszabály, szintén általános előírásokkal, rengeteg ez a, tehát az egy kormányrendelet, 98 óta ö, létezik, pofozgatják minden évben, minden második évben, tehát rendkívül combos joganyag a, egy laikus építető számára. Tehát sokkal jobban jár szerintem, hogyha ha felhív egy, egy szakértőt, akár egy ügyvédet, aki egyébként ebben, tehát egy ingatlan jogászt, aki ebben jártas, és átnézeti ezeket a dolgokat. Közművek vonatkozásában milyen problémák merülhetnek fel? Szerencsés Építési se... teleknél ugye van-e közmű, nincs, csong, utcában elérhető-e? Igen, szerencsés esetben vagyunk most már, mert körülbelül egy vagy két éve létezik az e-közmű intézménye. Ez gyakorlatilag az e -közmű .hu weboldalt jelenti. Fent van az aktuális, igazából majdnem azt mondom, hogy a teljesen aktualizált közmű térkép mindenre vonatkozóan. Tehát beírod a települést, beírod a helyrezi számot, és ott szépen be tudod kattintgatni, hogy milyen közműveket szeretnél megjeleníteni, és kiad neked egy vonalas helyszírajzot, beállási csonkokkal, távolságokkal, minden egyébbel együtt. Nem azt mondom, hogy 100% pontosságú, mert ez a terv is igazából a, a, kivitelezéskor készült megvalósulási tervekből dolgozik, tehát lennek benne hibák, viszont látszik egyértelműen, hogyha az ügyfél úgy árulja a teleket, hogy a gázcsonkot fogjuk a telek előtt, és mondjuk az két, utca, vagy két telekkel előrébb megáll, akkor oda nem köthető be, csak főgerinc hosszabbítással, ami, ami tetemes költség, borzasztó administratív munkával jár meg minden egyébben. Ezt ebben az esetben az ügyfélnek kell fizetni a főgerinc hosszabbítást. Igen, igen. És ö, tehát azon kívül, hogy ő fizeti, terveztetést, a közműegyeztetéseket, az össze, a munkálatokat, mindent után átadja, Ingyenes bérmentve a, a gázmi szolgáltató részére. Tehát ez, ez nem kivitelezhető ilyen esetben. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha nincs, nem fut el tényleg a, a gerincvezeték a ház előtt, akkor a gáz az, az teljesen felejtős, akkor át kell állni valami alternatív fűtési módra. Gázbekötéssel kapcsolatban hallunk olyanokat, hogy egy-két év, mire ténylegesen bekötésre kerül a gáz, ez mennyire valós? Valós, sajnos. Tehát nekem is van olyan tervezési munkám most, ahol leadtuk tavasszal, még a gázszolgáltató felé az igénylést, és jövő áprilisra ígérték. Viszont van olyan, ré... tehát van olyan település rész, ahol azt mondják, hogy ha te megcsinálod a földmunkát, akkor igazából jönnek egy fél éven belül. Tehát ez nagyon rettenetesen változó. Emögött az a logika van, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően a kormány ingyenesítette a közműbekötéseket. Innentől kezdve a szolgáltatónak nem érdeke az, hogy minél több csatlakozó ügyfelet szerezzen magának, illetve hogy nagyon törje magát azért, hogy meglegyenek a bekötések. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy az ingyenes közműbekötés, az mennyire ingyenes? Ténylegesen ingyenes? Nem. Ö, mindenféle más költség címén gyakorlatilag kifizettetik az emberre a dolgokat. Tehát a közművek úgy néznek ki első körben, hogy kell egy közműfejlesztési hozzájárulást fizetni. Ezt általában az önkormányzatoknak kell fizetni minden közmű után ezt az önkormányzatok úgy csinálják, hogy az adott beruházás, tehát például 5 évvel ezelőtt volt ott egy csatornázási munka az utcában, felosztották annak a beruházási költségét arra a számra, ami ott az utcában volt, és ha te rá akarsz kötni a csatornára, most pont rosszat mondtam egyébként, legyen ivóvíz, rá akarsz kötni az ivóvízre, akkor ki kell fizetned annak a részarányos díját, ami évek során egyébként amortizálódik költségként, tehát nem, nem ugyanaz a költség, és nem is emelkedik inflációval ez a közműfejlesztés Az Azért nem mondok csatornát, mert a csatornára köteles vagy rákötni, ugyanis ha van az a épületed előtt, és műszakilag nem tudod megindokolni, hogy miért nem tudsz rákötni, akkor köteles vagy, mert egyszerűen környezetvédelmi okokból nem kapsz addig használatba a engedélyt. Tehát nem rakasz te egy zárt szennyvíztáról ott csak azért, mert neked nincs kedved rákötni a csatornára. És az a probléma, tehát van egy biológiai szennyvíztisztítónak nevezett dolog, ami körülbelül 800 -1 millió forintot jelent, abban baktérium telepek fölbontják a szennyvizet, 95%-ú tisztaságú vizet ö, engednek ki, tehát az lesz a szennyvízből, amit el lehet cikkasztani locsolásra gyakorlatilag a telken. Ez egy nagyon jó dolog egyébként, mert ha viszont visszaszámolod a költségszinteket, akkor 4-5 év alatt megtérülne a csatorna díjhoz, illetve a szippantáshoz képest. Az a fő probléma vele, hogy ennek a telepítéséhez, illetve a hozzájárulásához kell az adott településnek a jegyzőjének az aláírása, aki viszont szerint nem adja meg, ugyanis a településnek a szennyvíztelepe az adott településre van méretezve. Tehát, ha mindenki jártál a szennyvíztisztítóra, és nem fizetni a szennyvízdíjat, akkor gyakorlatilag nem lenne gazdaságos. Úgy, így van. Fentóra. Tehát egy, egy, ez, ez, ez a közműszolgáltató tehát konkrétan a csatornázási műveknek a lobby tevékenysége, gyakorlatilag rendkívül kevés helyen engedélyezik, arra hivat, a vízbázis védelmére hivatkozva, holott egyébként nincs. Tehát ez, ez, ez szennyezi legkevésbé a, a össze, de erre hivatkozva el tudják utasítani ezt a dolgot, és el is utasítják. Közműellátottság vonatkozásában van egy minimális elvárás, hogy milyen közművekkel kell rendelkezni egy teleknek, hogy lehessen rá lakóházat építeni. Igen. Villany, víz, illetve szennyvíznek valamilyen elhelyezési módja. Derítő, Igen. Tehát legvégső esetben zárt szennyvíztározó. De azt, azt bizonyítani kell, hogy az zárt, tehát jegyzőkönyv kell, stb. 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 Er is meg megvan a módszer, hogy ne, hogy ne legyen zárt, de ez már, ez már a trükközések. Tehát akkor gáz és csatorna az nem kötelező, vízvillanynak kell, hogy Így elérhető legyen az utcában. Igen, tehát a, a fűtési módok szerint van ezerféle fűtési mód, tehát a, a gáz az azért nem kötelező, mert azt abszolút nem kötelező bekötni. A csatorna akkor kötelező, hogyha elmegy az ingatlan előtt a csatorna, de ha nincs ott a csatorna, csak két házzal arrébb, vagy két utcával arrébb, akkor nem tudnak rá kötelezni, mert akkor az önkormányzat mondja azt, hogy ők nem tudják biztosítani a csatornázást. Visszatérve még a telekválasztáshoz, előfordult-e nálad már az, hogy régészeti lelőhelyre bukkantak az alapozás előtt? Így nem, viszont nagyon sok teleknél a szabályozási terve látszódik, hogy mik vannak kijelölve a régészetnek, és akkor azt a, azt a dolgot kell elkövetni, hogy a kivitelezési munkák előtt le kell szerződnöd a régészeti hivatallal, most nagyon leegyszerűsítve régészeti hivatal, mindig más a neve, akik kijönnek az alapá, illetve kijönnek a földmunkáknál, és gyakorlatilag ott szobrozik egy ember, hogy nem ásol ki valami agyakkori, vagy római kori köcsögöt, vagy hasonlót. Tehát ennyi. Ennek azért elég combos napi díja van, tehát volt, ahol 71 ezer forintot kértek egy napra, volt, ahol itt Zuglóva például 171 ezer forint volt egy napi díja a régésznek. És ezt előre akkor lehet tudni, mikor megvásárolok egy telket, az, az önkormányzatnál valahol... A szabályozási terve rajta van, tehát be van karikázva, általában egy nagyon leegyszerűsítve egy R betűvel szokták jelölni, tehát ha rázumolsz, illetve kizumolsz az adott telekről, és ott van rajta egy, egy szaggatott karika egy R betűvel, de egyébként egy elmagyarázatban az mindig ott mi a régészeti lelőhely, akkor azt megtalálod. Mobilházakkal kapcsolatban mik a tapasztalataid? Engedélyköteles, nem engedélyköteles, nagyon sok ügyfél kérdezgeti ezt tőlem, ez sokakat érdekelhet. Nem leszek népszerű azzal, amit mondok. Tételezzük fel, hogy ezek a mobilházak, ezek bárhol lerakhatóak lennének mindenféle engedély nélkül. Abban az esetben, most tényleg ne bántodjon meg mindenki, a magyar mentalitásról beszélek, te lenne téve minden telek mobilházakkal, amiben lakna 5-10 fős család, tök mindegy, hogy milyen, izéval, milyen műszaki tartalommal, hogy fagy meg a gyerek, stb. Tehát egyszerűen egy élhetetlen pútrivárost alakít alakítanánk ki, mint egy, mint egy brazil favella. Én tudom, hogy ez lenne a vége, mert a annak idején a 2000-es évek elején a, a csokörületet, ahol szintén putrik épültek mindenestől. Tehát ez az általános, nem is hangoztatott kormányzati vélemény, illetve vélemény, de nem engedhetünk meg magunknak olyan ö, épületeket falun belül, aminek a műszaki tartalmát, illetve magát a településképileg nem tudod igazolni. Tehát a mobilházakra az az általános vélekedés, hogy amíg nem lakóépület, addig üzletként egyébként használhatod és, és alkalmazhatod, letelepítheted, vagy adott időre, vagy véglegesen itten gazdasági épületnek, ilyesminek. Lakóháznál rettenetesen bonyolult az engedélyezése. Nekem készült uh, mobilházam fótra egy pár évvel ezelőtt, iszonyatos, amit, amit papírmunkát meg minden egyebet kértek, és egyébként ennek egy kalapszar lett a mobilház. Tehát Teljesen igazuk van azoknak, akik, akik szerint most mobilház, konténerház, mindegy, hogy miről beszélünk, oda hozzák, letelepítik, tehát gurulhat kerekeken, hozhatják konténerbe. Nem, tehát műszakilag egyszerűen nem tud megfelelni a jelenlegi követelményeknek, illetve nem lehet leellenőrizni a követelményt. Tehát hiába írja el a tervező, hogy hőtechnikailag ez legyen, meg az legyen, meg az legyen, a hatóság ezt nem tudja leellenőrizni. Papírokat mindenről ki lehet állítani, tehát akik mobilházakat forgalmaznak, én Facebookon veszekedtem egy pár hónapja egy ilyen mobilházat hirdető hölgyel, akit kifogattam, hogy én is kíváncsi vagyok, tehát hát ha változott az elmúlt egy évben a szabályzás, hát ha találtak valami kiskaput, és lehet, lehet ezt telepíteni lakóházként, és kíváncsi voltam, és a hosszas veszekedés, meg minden után van egy nagyon jó screenshotolt beszélgetésem, mert utána természetesen a hölgy törölte az egészet. Kiderült, hogy Művészeti installáció néven telepítik le, tehát úgy, úgy kapnak rá engedélyt, aminek gyakorlatilag nincs határideje, tehát nem 90 napra kap, hanem az egy művészeti, egyedi művészeti installáció konkrétan, és abba te beköltözhetsz. Hm. Tehát teljesen kihasználják a, a jogi gírbegurvákat és csavarokat, de erre nem kapsz hitelt, nem kapsz csokot. Ami számomra nagyon érdekes, hogy van fent Facebookon is mobilházas, konténerházas csoport, ahol az úri ember pontról pontra egyébként végigviszi a, a saját konténerházának az építését. Tehát nem lehetetlen, de mégis az. Tehát nem tartom jónak. Nagyon sokat mondó az, hogy három évvel ezelőtt engem megkeresett a belügyminisztérium, neki kellett volna mobil mobilházas üdülőtelepet engedélyeztetnem, és azt nem sikerült a, saját, a belügyminisztériumnak saját magának. Tehát egyszerűen nem. Nem, tartom, nem is tartom jó dolognak, nem is, tehát abszolút ellene vagyok, és teljesen jónak tartom a bürokratikus jogveszt, útvesztőt, ami, ami erre ki van alakítva. Lakóházként nem lehet. Lakóházként nem lehet. Nem és való. az a csapda az egészben, hogy egy építési teleknél, ami egy belterületi építési telek, általában nem rakhatsz le melléképületet, ha nincs főépületed. Tehát nem tudod azt a trükköt alkalmazni, hogy én berakok garázsnak vagy gazdasági épületnek nevezett két darab konténert egymás mellé, és abba beköltözök. Mert nincs főépületed, nem fogják engedélyezni. És ha főépületet mondjuk lebontom később? Tehát így... Éh, igen, ez egy kicsit ilyen, ilyen jogi pofoszkodás már. Tehát nekem is van most olyan tervezési munkám, ahol, ahol egy hátrább szerettek volna építeni az épületet, mondtam, hogy hagyjuk meg a régi épületet, mögé terveztük az újat, és az első meg gyakorlatilag összedőlés határában is el lesz bontva. Ja. Tehát lehet trükközni mindennel, csak, csak hát ez nem, nem, ez az általános. Facebookon sok vita kering a könnyű szerkezetes házak, illetve a rendes téglaházak, hogy fogalmazak? Hát, a hagyományos építésű. Hagyományos építésű házak, illetve a technológiák összehasonlítása, hogy jóval olcsóbb. Neked mi erről a véleményed? Érdemesebb belevágni, Technológiai különbségek csak nagy vonalakban. A normálisan megépített könnyűszerkezetes ház, aminek az élettartama egyezik egy hagyományos technológiáival, nem lesz olcsóbb. Tehát egyszer nem tud olcsóbb lenni, mert az műszárított anyagból készül, tanúsítványokkal, minden el együtt. A legnagyobb csapda az az, hogy ha nem émi tanúsítványú az épület, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag árban ugyanaz, mint a tégla, akkor nagyon sok banknál azt mondják, hogy nem adnak rá hitelt, nem kötnek rá biztosítást egyszerűen nem értékáló az épület. Tehát tud olcsóbb lenni, mert körülbelül olyan, olyan 30%-kal egyébként tud olcsóbb lenni, de az azt jelenti, hogy kihozzák a fanyagot ott helyben összeállítják, és akkor laksz benne, élsz benne. Nem feltétlenül rossz, az sem, csak egyszerűen tudni kell, hogy annak az élettartama az nem lesz 50 év, az, az 30 év után nagyon komolyan. Ha van egy csőtörésed, mondjuk a tizedik évben, és nem veszed észre időbe, az, az, rettenetes károkat tud okozni. Míg egy téglafalnál ledobja a vakolatot, és, és kiszárítod, és kész. Vannak fémszerkezeti, könnyűszerkezetes házak, tehát itt az a lényeg mindig, hogy legyen műszaki tanúsítványa, ne egy egyedileg összebarkácsolt épület legyen. A, én nagyon sok szerkezetes házat terveztem a 2000-es évek elején, amikor volt ez a csokörület. Akkor arról szólt az egész, hogy Erdélybe jöttek szakmunkások, hoztak faanyagot magukkal, összerakták az épületet, összekalapálták és elmentek. Jó esetben betartották azt, amit a statikus előírt rosszabb esetben nem. Ezeknek az épületeknek a 70%-a manapság már nem létezik 20 év távatában. Te mit javasolsz? Hogy induljanak el az ügyfelek telekvásárlás előtt, vagy rosszabb esetben vásárlás után? Kicsit külön kell választani a dolgot. A telekvásárláshoz mindenképpen kérjenek fel egy építészt, vagy egy, vagy egy szakértőt, aki, aki ért hozzá. Tehát te is, mint ingatlan jogász, igazából... Ugyanezeket ki tudod bogarázni, meg lekérsz térképmásolatot. Tehát még egy ingatlan közvetítő az, az azt mondja, hogy itt a telek és vedd meg, mert kurva jó, mert építési telek. Ü, ingatlan jogászként te is el tudod mondani, hogy már pedig erre ezek vonatkoznak. Én építészként is el tudom mondani, hogy ezek vonatkoznak rá. Tehát itt, itt többféle szakembert meg lehet kérdezni igazából a, a, a telekvásárlása előtt. És nem jelenti azt, hogy ha engem például, mint építész megkeresnek a telekvásárlása előtt, hogy velem kell terveztetni feltétlenül. Én azt szoktam mondani, hogy kérjenek be árajánlatot, nézzenek utána a referenciáknak. Az a legnagyobb probléma, hogy egy családi házas építész manapság nem nagyon tudja hirdetni magát. Nagyon sok esetben fordul elő az, hogy ö, bemennek az önkormányzathoz, most már nem, de mindegy, bemennek a helyi építési építés ügyre és azt mondják, hogy ajánljatok nekünk tervezőt. Most ott azért a benfentes tervezők vannak, tehát ott-ott eléggé összenőtt közösség van, egymást ajángatják gyakorlatilag. Az ügyintézőknek megvan a kedvence, ajánlatja nem feltétlenül a legjobb szakemberek de nem is rosszak. Tehát itt, itt azért bele lehet nyúlni lukra, lukba rendesen. Ajánlás alapján érdemes építést keresni, vagy bármi más útján. Tehát én inkább az ajánlást látom a legjobbnak, mert ott nem csak azt kell megkérdezni, hogy azt megnézni, hogy hogyan tervezett, mit tervezett, hanem segítette az építkezés folyamán használatba vételni, segítette. Tehát egyáltalán végig kísérte az építkezést, mert nagyon sok építésnél előfordul az, hogy a, a, tervezés után egyszerűen kvázi eldobják a telefont, és, és, nem hajlandóak műszaki segítséget nyújtani az építkezésnél, vagy ha változás történik, vagy ilyesmi, tehát kicsit eleresztik a, a gyeplőt, és, és, az ügyfelek magukra vannak utalva, illetve magukra vannak hagyva. Tehát még egyszer, inkább ajánlás alapján. Kérni kell be tervezésre ajánlatot, ami egy részletes ajánlat legyen. Tehát manapság az egyszerű bejelentésnél úgy működik a dolog, hogy kell hozzá statikus, kell hozzá elektromos, kell hozzá gépész, ezek csak szerencsére egy-egy műszaki leírás, kell hozzá energetikus, tehát ezek amik kötelezőek. Tehát gyakorlatilag, ha egy építésztő kérsz be ajánlatot, akkor ő meg fogja kérdezni a másik három kollégát, hogy, hogy ezt az adott műszaki tartalmú épületet, neked el kell mondani, hogy mit én 120 négyzetmétert szeretnél, földszinteset, magas tetővel, ilyen födéme, olyan födéme, és mint ilyen fűtése, olyan fűtése, és ez alapján kapsz egy árajánlatot arra, hogy, hogy ez hogy fog zajlani ahogy elmondtam beszélgetés legelején, én nem tartom észszerűnek azt, hogyha csak a bejelentési dokumentáció készül. A bejelentési dokumentáció ugyanis jelenleg egy 1 százas léptékarányú tervet jelent. Az azt jelenti, hogy egy 4 x 3 szoba a papíron nézve akkor mint egy gyufás katuja. Ebben nem férnek bele egyszerűen, tehát fizikálisan nem tudsz belerakni annyi információt, milyen áthidalók legyenek, milyen távol van a faltól a, a belső ajtó, stb. stb. Tehát kell egy csomó kiegészítő terv, én ezt hívom részletes kiviteli tervnek, és ez, ez így épül fel. Tehát van egy vázlatterv része, van egy egyszerű bejelentés terv része, és van egy kiviteli terv része. Ebből a három blokkból épül fel általában egy, egy tervezési munka. A tervezési munka mennyi időt vesz igénybe? Ez, ez igazából egy kicsit azon múlik, hogy mennyire van elképzelése a tulajdonosoknak, konkrét elképzelése mennyire szabott az adott teleknek a beépítési mutatója, meg a körülötte lévő épületek mit engednek egyáltalán. Tehát a, a, legrosszabb kombó az az, hogyha a tulajdonosnak nincs kicsit valami irány elképzelése, a telek mindent megenged, mert mondjuk üres telekek vannak körülötte, akkor, akkor maga a vázlatterv része az, az el tud húzódni a végtelenségig, mert, mert egyszerűen nincs, nincs egy szabott arány. De én azt szoktam mondani, hogy azért általában egy hónap alatt el kell jutni arra, hogy a vázlattervet az ember véglegesíti, ha tényleg le vannak tisztázva a dolgok. De például most is van olyan tervezési munkám, ahol a tulajdonos szeretne leghátulra berakni egy két beállásos garást, viszont a övezeti előírások nem egyértelműek rá vonatkozóan. Első olvasatra azt mondják, hogy nem lehet berakni, amikor kikértem a beépítési igazolást telekre, akkor szintén azt mondták, hogy nem lehet kiadni, de ott már volt egy fél mondat, ami elvileg megengedi. Most a tulajdonosnak meg azt mondták, hogy lehet, de mégsem. Tehát annyira ellenmondásosak a dolgok, hogy, hogy nem, így sem egyértelmű, mert ha be kell a garást a lakóépületbe, akkor teljesen más lakóépületet tervezek. Ha nem kell berakni, hanem később megépíthetik különálló lakóépületként, akkor megint mást. És emiatt gyakorlatilag két hónapja áll a tervezés. A vázlattervek, amikor rámondja az ámenta a megrendelő, akkor onnantól kezdve általában ilyen egy-másfél hónap alatt kidolgozódnak, akkor be lehet nyújtani enged kvázi engedélyeztetésre, és utána közben folyhat a kiviteli tervezés, de, de általában utána még egy hónap a kiviteli terv. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából 3-6 hónap. Mennyire van jelentősége annak, hogy a, az építész, akit megbízunk, az helyi illetőségű, vagy egy távolról érkező, szimpatikus szakember? árajálat szempontból van jelentősége. Van ez a településképi véleményezésnek nevezett dolog. Ez nagyobb városok esetében jelenthet akár 5-6 alkalmat, amikor le kell ülni, és, és egymást egy kicsit hája kenegetni, megvitatkozni. Tehát ez vihet el egy kicsit több pénzt. Illetve, ha normális egy építész most már nem kötelező a kötelező tervezői művezetés, ami hat alkalommal kötelező volt az előző ciklusban, mármint az előző években. Most már nem kötelező, de azért egy, tervező tervezői művezetés szerintem nem árt. És értelemszerűen, ha az ország másik végébe kell elmenni, akkor ennek a költsége is tetemes tud lenni. Most, hogy sok-sok éve már digitális benyújtás van, meg minden egyébek, nem nagyon van jelentőség annak, hogy helyi a tervező, vagy nem helyi a tervező. Meg mivel, hogy most már nem helyi építésügyi hatóságok vannak, tehát nem a kis falvakban döntenek a, a tervről, meg a többiről, tehát nincs ez a klikkesedés, hogy kizárjuk a külső tervezőket. Balatorra nagyon jellemző egyébként, vagy jellemző volt, hogy, hogy budapestieket egyszerűen kiutálták, tehát előnyben részesít. Ennek is megvan a maga oka, meg, a, meg az érthető dolgai, de egyszerűen kiutat, kiutálták a, a, tervezőket. Tehát én például Balatóra nem is terveztem nagyon sokáig, mert tudtam, hogy, hogy addig fognak szivatni a tervezéssel, amíg izé nekem nem éri meg egyszerűen a dolog tehát most, most már nincsenek jelentősége. Én terveztem Szegedre is, Gyulára is terveztem legutóbb, Sopronba is, Győrbe is, tehát mind, mind árajálat és elfogadás kérdése. A költségekről nagy vonalakban tudnál beszélni? Vegyünk alapul egy 120 négyzetméteres, egyszintes családi házat. Nagyon szélsőséges tud lenni. Tehát ö, nagyon sokan beleesnek abba a csapda helyzetbe. Most is kaptam egy ügyféltől egy levelet, hogy hát 13 évvel ezelőtt még 130 ezer volt a tervezés, és most miért másfél millió. Nagyon sokan beleesnek abba a rossz dologba, hogy a legolcsóbbat választják. A legolcsóbb az azt jelenti a te esetetben jelölt példánál, hogy mondjuk 500 ezer forintból is megúszható, de az csak a bejelentési dokumentáció. Abban benne van a statika, benne van a, épít a gépész elektromos műszaki leírás, meg maga az építészet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy ilyen az építész ilyen 3000 forintos négyzetméter áron dolgozik, és neked valamit és kész nem lehet ennyiből megcsinálni. Tehát egyszerűen nem jönnek ki a díjak, meg nem jön ki semmi. Egy normális, tehát az én esetemben normális tervezési ár az, az valahol 1 millió, 1 millió kettő körül van egy ekkora háznál, plusz a részletes kivitei terv még általában ilyen fél millió 800 ezer, tehát én, azt szoktam mondani, hogy másfél-két millió forint körül kellene ennek állnia. A kamarai díjszabás szerint gyakorlatilag majdnem 4 milliónak kéne lennie, hogyha a mérnökvőre díjakat be kéne tartanunk. Ha megbíznak téged a telekvásárlás előtti felméréssel, annak milyen költségvonzatai vannak? Itt nekem van egy, tehát az én esetemben van egy alap, alapdíj, amivel számolok, ami maga tök mindegy, hogy Sopronba kell megnéznem a házat, vagy, vagy hol kell megnéznem a házat, vagy Gyömrön, vagy Vecsésen, vagy, vagy Budapesten, annak van egy alapdíja, és a kiszállásra számolok értelemszerűen egy elég költséget, mert én az autóban, ha ülök, akkor nekem ugyanúgy ketyeg a mérőnk Tehát azt lehet mondani, azért egy ilyen teleknézés az ilyen 40-50 ezer forintba kerül. E, itt azt mondom, hogy Pest megyén belül, turván, és akkor minél távolabb megyünk, annál jobban nő a, a költsége. Ugyanez igaz egyébként majd a későbbiekben rátérünk a háznézésekre is. Térjünk át akkor a második blokkra, használt ingatlan vásárlása. Számos problémába ütközhetünk használt ingatlan vásárlásnál. Banki hitel folyósítását kizárja, hogyha a térkép nem a valóságot tükrözi. Találkoztál ilyen problémákkal, mennyire jellemző ez a mostani ingatlan nyilvántartási helyzetre? Nagyon sok ilyen esettel találkozunk, tehát ez a, ez a legfőbb probléma általában az eladandó ingatlanoknál. Ez korábban azért nem volt probléma, mert korábban az értékbecslő elfogadott egy olyan nyilatkozatot, hogy a térképmásolaton kívül szereplő épületrészeket ő nem veszi figyelembe az értékelésnél, és akkor, akkor nem kellett ezzel foglalkozni, Értemszerű nem számított bele a hitelbiztosítéki értékbe. Ezt jelentősen megszigorították mostanában, és gyakorlatilag tényleg két négyzetméteres előszobákon megy a veszekedés, meg a visszautasítás. Tehát mindennek meg kell felelnie a térképmásolaton a valóságnak, illetve hát a térképmásolatnak a valóságnak kell megfelelnie. Ezek legtöbbször ilyen utólagos bővítéseken alapulnak. Ahhoz, hogy a megfelelő állapotba hozzuk az ingatlan nyilvántartási térképet, mit kell tennie az eladónak, tulajdonosnak? Ketté kell választanunk a dolgot. Az egyik az, amikor volt engedélye erre a bővítésre, vagy épületre, vagy egyébre, csak a végén a földhivatali vázrajzot nem csináltatták meg. Ebben az esetben ugyebár van egy tervtárból visszakereshető építési dokumentáció, van egy építési engedélye. Ha ez elő van keresve, akár megvan a tulajdonosnak, tehát az eladónak, akkor lényegesen egyszerűbb a dolog, akkor ki kell hívni egy földmérőt, megcsinálni az épület feltüntetési vázrajzot, a építésügyi hatóság felé, most jelenleg építésfelület, be kell adni az igazolást arról, illetve hát a régi dokumentációt, ,nak a másolatát be kell adni, hogy itt van egy 87-es építési engedélyem. A hatóság kijön, kiállít egy hatósági bizonyítványt, hogy annak megfelel az egész dolog, tehát ebben az esetben nem, ter nem kell terveztetni, nem kell felmaradási engedélyt kérni. Egy hatósági bizonyítvány régi dokumentációs, régi engedély alapján, és ha annak megfelel legalább a külméret, tehát az, hogy most az ablakok nem ott vannak, meg izgaz, nem számít, és a, a földmérési vázrajz megvan, akkor az egész viszonylag gyorsan egy ilyen, ilyen 30-60 nap alatt átmegy a földhivatalon, és akkor, akkor aktualizált a térkép. És elfogadják a korábbi 87-es tervdokumentációt, ami ugye azoknak a jogszabályoknak felelt meg, Tehát nem kell megfelelni a mostani szabályozásoknak? Nem kell, nem kell. Tehát pont, pont az, az a lényeg, hogy ö, egy lepecsételt dokumentáció meg legyen. Tehát volt egy olyan esetem most, ahol az épület egyáltalán nem volt feltüntetve, és a tervtárban nem találtak semmiféle dokumentációt, viszont a másik, aki eladta az ingatlant, az elő tudta kaparni azt a megsárgult papírt, ami rajta volt az akkori tanácsnak, 76-os izé, tanácsnak a, a, pecsétje. Ezt beszkenneltük, beadtuk, elfogadták. Mert egyébként érdekes módon, hogyha ha bácsok ezt nem tudta volna előszedni, akkor az egész épület, mi hogy szabálytalan helyen van, meg, meg szabálytalan a mérete is, meg minden, egyszerűen nem lehetett volna felmaradás engedélyt kapnia, tehát értéktelenné vált, gyakorlatilag egy üres telket árult volna a bácsi, nem kaptak volna hitelt, csokott egyebet a fiatal pár, aki megvette. Tehát rendkívül szerencse volt, hogy megvolt ez a dokumentáció, viszont hiába kértük ki -e a tervtárba, ők nem találták meg, úgyhogy mindenképpen kell valami pecsétes papírnak lennie valamelyik oldalról ahhoz, hogy ez, ez utólag engedélyezhető legyen. És hogyha nincsen meg ez a papír, tehát teljesen engedély nélkül épült, hozzáépítettek az ingatlanhoz garást, melléképületet, bármit, akkor mi az eljárás? Akkor gondolom a két hónapban nem nagyon fér bele a, az idő. A, akkor egyrésztről rettenetes szívás tud lenni, ugyanis a fennmaradás engedélyt kell kérni, amihez kell egy komplet terv dokumentációt készíteni. Tehát helyszínrajz, alaprajzok, metszet, homlokzatok, tehát mindennek meg kell lenni. Kell a két szomszédtól büntetőjogi felelősségű tudatában egy nyilatkozat, hogy ez 10 éven túl épült. És az a pláne az egészbe, hogy az egész beépítésnek a mostani jogszabályoknak kell megfelelnie. Tehát hiába épült az 20x évvel ezelőtt, és akkor más volt a helyépítés szabályzat, a mostaninak kell megfelelni, és ezen csúszik el rettenetesen sok ö, ilyen illegális bővítés, hogy, hogy nem felel meg vagy az oldalkertinek, vagy túlépítették az ingatlant, tehát nem kapnak, de tételezzük fel, hogy, hogy szabály, szabályosá tehető az egész. Abban az esetben úgy kell számolni, hogy ilyen 30-60 nap maga a fennmaradási engedélynek a, az ügyintézése, és utána kerül be a földhivatalhoz, ami most szintén 60 nap. Ez a legjobb eset, de az én tapasztalatom az azt mutatja, hogy 4-6 hónap mire átmegy ez az egész. És addig fel van függesztve a hitelkérelem, addig lóg a levegőbe az egész. Igen, senki nem tud haladni, lehet, hogy az eladó meg már lefoglalózott egy másik ingatlantól, ahol meg fizetni kéne, abban bízva, hogy két, két hónap alatt átfut a vevőknek a hitelkérelme. Azt egyébként az önkormányzat, hogy az építési hatóság tudja ellenőrizni valahonnan a szomszédok nyilatkozatát leszámítva, tehát ilyen műhold felvételek, hogy ténylegesen ott volt már az ingatlan 10 évvel, több mint tíz évvel? Igen, ebből rettenetesen nagy kalamajka tud lenni. Nekem is volt ilyen esetem, ahol a szomszédok lenyilatkozták, és kiderült, hogy hát nem, nyolc évvel ezelőtt épített a tulajdonos, és a szomszédokat bizony elővették hatóság félrevezetése miatt. Tehát ez, ez azért nagyon necces tud lenni. Tudják ellenőrizni, minden évben gyakorlatilag az elmúlt azt mondom, hogy 15 évben már minden évben kapnak nagy felbontású miholt fotókat az önkormányzatok, ami nem egy street view, hanem tényleg a kéménynek a lukját lehet látni a, a felbontásokon, tehát ezt megkapják központilag ingyenesen gyakorlatilag. Segítségükre van a Google-nek a street view-ja, amiben vissza lehet nézni, hogy mikor milyen állapotok vannak. Tehát rendkívül sok olyan információ, ja is a, a, digitális adatszolgáltatást tehát a térkép, térkép A, a légifotók alapján készítenek ö, ők épület lenyomatokat, úgy mondom, ami, ami körvonalát levetítik, és az, az is ö, évente frissül, illetve évente aktualizálják. A cél az az, egy két évvel ezelőtt beszélgettem egy, egy ö, ilyen épület, tehát ezzel a térinformatikai rendszernek hívek, ezt a kormányzati térinformatikai rendszert összeállító emberrel. Az a végső cél, hogy az évente kapott friss légifotók alapján a program csinál egy digitális leképezést, és összeveti ingatlanonként, és gyakorlatilag fel fogja dobni a, az adott kormányhivatalnak vagy ügyintézőnek, akár évente, mint én január 10-én, amikor bemegy dolgozni, hogy ezek, ezek nem friss, vagy ezek, ezek frissültek a, a korábbihoz képest. Nézd már utána, hogy van-e engedélye, stb. stb. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, mert ez, ez, már csak digitalizáció. Annyi szerencsénk van, hogy uh, mi korábban az önkormányzatok kapták meg az építésügyi bírságokat. Tehát azt tudni kell, hogy ha tíz éven belül épült ez a szabálytalan épület, akkor még építésügyi bírság is jár elég tetemes összeg egyébként a, az építésért. Tehát úgy legalizálható csak, hogyha ezt az építésügyi bírságot befizetik. Uh, ez az építésügyi bírság egy pár évvel ezelőttig az önkormányzatok kasszájába folyt be, tehát kvázi érdekeltek voltak abban, hogy a saját kasszájukat növeljék, hogy büntetgessenek nem életre-halára, de, de kicsit, kicsit megfogják az embereket. Mióta aztán felesbe ment ez az egész dolog, tehát felel a kormány számlájára ment, felel az önkormányzat kapta, most már gyakorlatilag a kormány kapja. Innentől kezdve viszont az önkormányzat nem érdekelt abba, hogy szétszívassa a saját választópolgárait, mert a polgármesternek is van egyfajta politikai ambíciója. Tehát, hogyha elkezd büntetgetni mindenkit a faluba odaépített előtetőkér meg mindenért, akkor értelmszerűen nem rá fognak szavazni. Mi, hogy neki anyagi érdeke nincs az önkormányzatnak ebben most már, ezért ezt egy kicsit, kicsit már, már lazábban veszik. De viszont a bankok -e kezdtek el szigorítani, tehát a banki oldalról meg tényleg nem kap se hitelt, se ott semmit az ég egyet a világon. Később sem, tehát, hogyha most megveszed KP-ra az ingatlan, nem, tudod eladni, nem tudod eladni, és nem tudsz menet közben felvenni rá olyan hitelt, amit ami uh, rájegyeznének jelzálókként. Visszatérve a vásárlás előtti vizsgálódáshoz, egy laikus vagy akár egy ingatlan közvetítő hogy tud meggyőződni arról, hogy annak az épületnek rendben van a dokumentációja, a térképen megfelelően van feltüntetve, tehát hogy majd hitelképes lesz később. Be lehet menni, kikérni iratokat, az ingatlan közvetítők jellemzően sehogy nem győződnek meg erről, tehát konkrétan leszalják az egészet. Szerencsére már a Takarnet rendszeren keresztül egy ügyvéd, egy, egy ingatlan jogász, egy építész már le tudja kérni ezeket. 2400 forint a, a hiteles tulajdoni lap lekérése PDF-ben ezt érdemes akár előtte, akár utólag lekéretni valakivel, és akkor ott a helyszínen ellenőrizni, hogy a körvonalak stimmelnek-e. Nincsenek rajta méretezések, tehát abszolút nincs rajta méretezés azon a térképmásolaton, tehát gyakorlatilag a, a külalak formájából, meg a méret arányaiból tudsz arra következtetni, hogy, hogy azok ott stimmelnek-e. Ezért jobb egy, egy szakembert magaddal vinni, aki, aki ellenőrzi. Itt az szokott a buktató lenni, hogy általában, ha én kimegyek, és megkérdezem, hogy ez az épületrész szerepel a térképmásolaton, és azt mondják, hogy nem, akkor én is csak akkor tudom megnézni, amikor hazamegyek, lekérem, és utólag, vagy memóriából, vagy előtte gyorsan ott lézerek körbe mérem az épületet. És az problémát jelente, mondjuk 50-60 évvel ezelőtt épült házaknál, hogy nincsen semmilyen dokumentáció? Tehát a térképen elvileg rendben rajta van, de semmilyen dokumentumot nem tud bemutatni az eladó? Igazából nem. Tehát ez, ez, ez olyan, mint az autónak a szervizkönyve. Tehát ott az autó megtekintett állapotban valós, nem lopott, mert azt lehet ellenőrizni a belügyminisztériumnak a rendszerén keresztül. Tehát megveszed, de nincs dokumentációdról, ugyanez van a családi házaknál is. Tehát akkor semmilyen hatósági következménye nincsen, hogy nem tud bemutatni, hogy az most hogyan épült. Egyedül akkor lehet probléma, gondolom, hogyha a térkép nem megfelelő, és akkor azt az utat kell járni, amikor semmilyen dokumentáció nincsen, Igen. hanem akkor tervdokumentációt kell készíteni, és ezt a hosszabb utat végig járni, amíg megfelelően feltüntetésre kerül. Így van. Mennyire szabályos az az eset, amikor meglévő romos, bontandó épületet vásárol a vevő, azzal a szándékkal, hogy mindenféle engedélyeztetés nélkül lerombolja a korábbi épületet, és az ingatlan nyilvántartási térképen szereplő kontúrnak teljesen megfelelő új, és ugyanúgy kinéző modern házat épít a területre. Ez abszolút szürke zóna, tehát meg lehet találni azokat a kiskapukat, amik alapján ezt ebben nem nagyon tud belekötni a hatóság, de ha nagyon kötözködik, akkor mégis bele tud kötni. Tehát itt, a, Régebben az építési jogszabályok még az ablak cserét is, vagy új ablak beépítésre is építési engedélyt kértek. Tehát magyarul kellett rá egy utcafronti ablak esetén, de bármilyen ablak esetén engedélyt kérned. Utána ezek lazultak, utána már csak a tartószerkezeti változtatásokra kellett engedélyt kérned. De például, ha a szarufát meghosszabbítottad a tetőn, mert egy sor cserepet még akartál, hogy nagyobb legyen az árnyékolás, mert mondjuk a hősziget is elvette az eresz kinyúlásodat, arra is kellett. Most már ezekre sem kell. Tehát hivatalos, ha nagyon betű nézed a jogszabályokat, akkor elméletileg újjáépítheted az épületedet. De viszont mivel, hogy leromboltad az épületedet, ezért annak már jogvesztése van abban a szempontból, hogy eltűnt onnan az épület. Tehát ez egy kicsit szürke zóna. Mi minősül lerombolásnak? Tehát ha egy darab tégla még ott marad, az... Nem, azt szokták mondani, hogy egy helységnek meg kell maradnia, tehát négy falak zárt helységnek meg kell maradnia, és akkor nem, akkor nem nem minősül teljes le, akkor felújításnak mm -hmm. minősül. De leszedheted a födémet, tetőt, stb. Mm -hmm. stb. Aztán hát szokott az lenni, hogy az, a, az egy... Tehát ennek azért vannak szürkezónás dolgai, egy statikus kiállított dokumentációt, hogy életveszélyes volt, összedőlt, neki a markoló véletlenül, amikor hozta az építőanyagot. Tehát vannak ebbe is azért ilyen kiskapuk. Itt a fő problémát azt tudja okozni, hogyha szomszédi feljelentés érkezik, vagy bármiféle hatósági feljelentés érkezik, mert akkor nem tudod kimagyarázni. Ha minden nélkül felépíted meg minden, akkor valószínű, hogy, hogy semmi problémád nem lesz belőle. Ugyancsak a Facebookon örökös vita tárgyát képezi, hogy vályog vagy tégla épületet vásároljunk, viszont most nem, a vita, nem ezzel a kapcsolatban kérdeznék, hanem van ez az építőanyag, hogy gázszilikát vagy betonszilikát. Azt mondják, hogy veszélyes, sugárzó anyag, ezzel kapcsolatban mit kell tudni? mindegyik falazóanyagnál nagyon fontos az, hogy legyen a fal alatt vízszigetelés. Tehát tök mindegy, hogy vájegról, tégláról, gázszilikátról beszélünk, ez egy alap dolog. Ha ez nincsen meg, akkor ennek a nagyon-nagyon tetemes költségével is, és technológiai nehézségeivel számolni kell. Tehát nem lehet az, hogy egy, épületet úgy korszerűsítünk, hogy ez nem nincs rajta, vagy nem kerül pótlásra. A gázszilikátnál az a hír járja, hogy hát ennek sugárzása van, mert hogy kósalagból épült meg, meg stb. Nekem nagyon sok esetben jött ki műszeres szakember velem, aki kimérte ezeket a dolgokat. Nem én hívtam, hanem a tulajdonos hívta, mert akár nem hitte el nekem, hogy ennek nincs semmi problémája, vagy utána olvasott is éri jogató cikkeket olvasott. A, én beszélgettem ezzel a szakértővel, azt mondta, hogy igazából 25-30 év távlatában ennek már az ég egyet, semmiféle sugárzása nincsen. Az ilyen gázszilikátokat meg jellemzően a 80-as években építették 80-as évek előtt. Tehát magyarul ennek semmiféle jelentősége nincsen, hogy gázszilikát sugárzás szempontból. Viszont ennek a gázszilikátnak van egy nagyon minimális radon sugárzása, ami egészségügyi határérték alatt van. Ha te ezt sima hungarocellel szigeteled le kívülről, akkor gyakorlatilag ez a, ez a radon mivel csak egy irányba tud sugározni a falból, ez fel tud dúsulni nagyon extrém esetben belülről. Tudja, hogy ki fognak ragadni kontextusokat ebből az egy mondatból, mert, mert ha leírom ezt, akkor utána a fél mondatomat kiragadva a kontextusból látom máshol a Facebookon. Ha viszont közegyapottal van szigetelve, az átengedi a radon sugárzást kifelé is. Tehát akkor megszűnik ez a probléma. Azt kell tudni azért, hogy a közegyapot és a hungorocelles EPS-es hőszigetés között két-két és árbeli különbség van. Tehát drágább a több ragasztó kell, más a technológiája, sokkal nehezebb bele dolgozni. És azért egy gázszilikát házra nem nagyon szoktak ezzel, ezzel foglalkozni. A gázszilikátnak, meg a alaknak, meg ezeknek az a legnagyobb problémája, hogy az az épület úgy, ahogy van, az egy szilárd épület. Viszont ha elkezdett szerkezetileg piszkálni, tehát nagyobb nyílást nyitsz rajta, tetőt, teret építesz be esetleg, vagy, vagy egyéb ilyen dolgokat, akkor tudnak problémák lenni, ugyanis a kósalatnak rendkívül kicsi a nyomos majd úgy törik, mint a, mint a ropi. Porúzós, igen, nem Igen, nem. tehát nyílásokat vágsz bele, meg egyebek, és előfordulhat az, hogy te akarsz egy nyílást a szobába belevágni, és gyakorlatilag a fél fal kidül. Mert egyszerűen, egyszerűen, vagy, vagy a könyves azt mondja, hogy azt a adott falszakaszt falazzuk már föl, mert nem, tehát nem lehet pontszerűen terhelni, nem rakhatsz oda áthidalót, stb. Úgyhogy gázszilikát vagy, vagy ilyen vagy az vegyen meg, aki nem akar hozzányúlni jelentősen, vagy pedig az vegye meg, aki, aki, számol ezzel, hogy lehet, hogy a födémet is le kell szedni, egy koszorút árakni, és akkor, akkor igazából ez kontrollálható. Ami nagyon nagy ellensége még az ilyen házaknak, a nem megfelelő vízelvezetés, tehát az eresz csatornának a jellemzően odafolyik a fal tövébe, a fa, az alapozás egy kicsit megsüllyed, rohadtul nem viseli a alak. Tehát marha nagy repedések tudnak rajta lenni azonnal, ami egy, egy sima tégla esetében még egy repedésként is alig jelentkezne. Végezetül még azt szeretném megkérdezni, hogy ha felkérnek téged egy telek, illetve egy ház megvizsgálására, akkor mi a munkamódszered, milyen információkra van szükséged, hogyan dolgozol, hogy néz ki egy ilyen vizsgálat? Telek esetében eléggé egyszerű a dolog, mert elszoktam kérni a teleknek a, a pontos címét, és megpróbálom előre lekérni ezeket a helyi szabályozásokat, tehát már úgy menjek ki eleve, hogy tudjam azt, hogy, hogy mit engednek meg egyebek. Ettől függetlenül is mindenképpen ki kell menni, mert nagyon sok esetben például az előkerti távolság úgy van megadva, hogy kialakult állapot szerint. Na most kialakult állapotot meg, meg, meg kell nézni ahhoz, hogy azt lehessen mondani, mert jellemzően például az előkertnél minimum 5 méteres előkert van, viszont hátrébb nem tolhatod az épületet, de ha kialakult állapot szerint van, lehet, hogy a régi épületek 2 méterre vannak az utcafronttól, és neked is kötelességed 2 méterre kirakni az épületet, és ez szintén egy, egy, olyan tényező lehet, amire azt mondják a tulajdonosok, hogy már pedig ezt nem, mert ők nem akarnak az utcafronton kint lebzselni. Tehát teleknél ennyire, ennyire elég egy ilyen információ, családi háznál pedig el szoktam kérni a hirdetési linket, ugyanis a, a webre felrakott képek meg információk alapján az esetek azt mondom, hogy ilyen 10%-ába meg tudom azt mondani, hogy kise menjünk, mert nem érdemes. Tehát ha a tulajdonos elmondja, hogy ő ezt szeretné tetőtérbe beépíteni, vagy szeretné átalakítani, vagy egyebek, nagyon sok esetben a fotók alapján már tudok olyan ellen dolgot mondani, ami alapján ki menjünk, mert egyszerűen vagy, fizikál, vagy, vagy, anyagilag nem meg, vagy fizikálisan megvalósíthatatlan az az elképzelés, amit szeretnének. A legnagyobb probléma az jelenleg most már az, hogy a GDPR miatt külső fotók nem nagyon vannak a házon. Mert ha a szomszédházai szerepel rajta, akkor kellene az ő hozzájárulása, hogy ezt ki lehessen rakni. Ezt az ingatlanosok úgy vélik, hogy csak belső fotók készülnek. Tehát ez, ez egy rendkívül szivatós dolog. És értemszerűen az ingatlanosok még nem rakják föl a pontos címet, tehát nem lehet megnézni, hogy street view-on se. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen, kicsit ilyen zsákba macska. Meg azért szoktam kérni az a ingatlanak a hirdetési linkjét, mert hála Istennek sokszor előfordul az, hogy ugyanahhoz az ingatlanhoz próbálnak meg kihívni, amit már előtte megnéztem két hete, egy hónapja. És akkor előkeresem a jegyzeteket, és elküldöm igazából azt az infót, amit, amit akkor összeszedtem minden estől, és akkor nem kell kimennem megnézni, vagy ritka esetben. Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen vizsgálat? Hát általában egy fél óra alatt végig tudom nézni az épületet kívülbelül, és utána egy fél óra, amíg átbeszéljük. Aztán aztán, azt, azt általában is szoktam írni e-mailben a, egy ilyen összegzést, meg ha készítek fotókat, főleg hőkamerás felvételeket, akkor azokat általában szoktam küldeni. Első körben mindig az épületet nézem át kívülről, tehát hogy, hogy mi látható közmű bekötéseket végignézem, tehát gázórát, villanyórát, vízóraaknát, a bekötések minőségét ellenőrzöm és akkor ha kívülről körbejártam az épületet, akkor szoktam általában bemenni, és akkor bejárni az egészet. Nagyon fontos az, hogy például tetőszerkezetet lássam, tehát feljussak, emiatt van nálam már létre az autóba, mert sok esetben sumákolnak, vagy az ingatlanosok, vagy a tulajdonosok, hogy hát, hát nincs létre, és nem lehet följutni, közben ott a lenyitható padlás feljár hmm. ajtó csak három méter magasan. Tehát kívülbelül körbenézem az épületet, gyakorlatilag ilyenkor télen azért tudok kamerázni, mert, mert szerencsés esetben fűtött az épület kint, meg hideg van, és akkor látszódnak a hőhidak, meg minden egyéb. Nyáron meg azért tudok hőkamerázni, mert akkor meg pont fordított a helyzet, tehát a kinti meleg sugárzik át, és akkor is lehet ellenőrizni. Ez főként egyébként tetőtérbeépítés épületeknél fontos, ahol nem lehet alálátni a tetőnek, viszont a hőkamera megmutatja, hogy, hogy, hol van a szigetelés, mennyire hőhidas a szerkezet, egyéb ilyen dolgok. Zsolt, köszönöm, hogy eljöttél. Ennyi fért bele a mai podcastünkbe. Ha kérdéseitek vannak, akkor azt a kommentek között tegyétek fel, és egy következő alkalommal válaszolunk rá. Ha telek vagy házvásárlás előtt álltok, és szeretnétek alaposan utána járni annak, hogy mit vesztek, keressétek Zsoltot, ha ingatlanos ügyvédre van szükségetek, akkor pedig bátran forduljatok hozzám a leírásban megadott elérhetőségeken. Sziasztok! 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 Sziasztok!